Sok szeretettel köszöntöm a nézőket, elnézést, hogy megint egy pár másodperces szünettel vagyok itt, de megint egy kis technikai probléma adódott. Itt vagyunk az NB3 nyugati csoport, a harmadik csoport. Gól! Gól, gól! Rögtön az elején vezet az Ajka brutális gyorsasággal. Gyors megpróbálták letámadni az ellenfelet, az Érdet, és sikerült is. Hát ez hihetetlen. Még a szurkolók se érkeztek meg, már is vezet az a együttes. 21-es szám, Pákai Gergő volt. És a hazai csapatnak pedig a csapatkapitánya szerezte a találatot. Pákai. És talán az örömbe egy kicsit meg is sérült. Rendben, minden rendben van. Középkezdéssel folytatódik a találkozó. Tehát itt Ajkán a listavezető találkozik a második helyezettel, tehát az Érd van itt, és mindenki egy nagyon izgalmas mérkőzést vár, hiszen az első és a második csap össze. És a szurkolók is most talán örülnének, hogyha a hazai csapat 3 ponttal térhetne le a pályáról, hisz az egy hatalmas előny lenne. És egy nagy karnyújtás arra, hogy megnyerjék az idei NB3-as kiírást. Közben pedig a játékos, az érdi játékos térden van. Semmi komoly nem történt. Ajka ellen végezhetnek szabadrugást az érdiek. Beadás. Horvát maga biztosan fogja, és keresi a csapattársait, hogy hol lehetne netán kidobni. És ebből kirúgás lesz. Egyébként Érdről érkezett körülbelül 10-15 szurkoló, és azért nem lehet panasz rájuk, hiszen ők is azért elég nagy hangzavarral támogatják csapatukat, és az asszisztens jelzett, hogy szabálytalanság történt. Egyéb technikai problémák miatt a kezdőt mindjárt fogom ismertetni, csak most az operatőri munkát én végzem el. Egy kis botlás miatt. És szerintem lehet hallani az ajkai drukkereket is. Nagyon korrektül állnak hozzá a mérkőzéshez. Szabadrugást elvégzik. Ott a helyzet nincsen kihasználva, semmi gond. Szöglettel folytatódik a mérkőzés. Reméljük, hogy még egy góllal tudnak minket szolgálni a játékosok. És én pedig vissza is térek a helyemre. Mindjárt ismertetem a kezdőt, csak nézzük meg ezt a szögletet. Talán gólszerzési lehetőség. Nézzük a beadásra. Nincs érkező, de a lepattanó pedig nem sikerült. Na tehát, ott tartottam, hogy a kezdőket mondom. Ajkán, Horváth, Kenderes, Olá, Nagy, Köles, Semer, Erdei, Illés, Kovács, Csizmadia és Pákai, aki hát már gólt is szerzett, nagy örömünkre. A vendégcsapatból pedig Borek, Kónya, Kós, Pallagi, Kelemen, Németh, Moizer, Bogdán, Gera, Melzer, Bozsoki a pályán. Közben pedig az ajkajön bedobással, egész pontosan pedig Csemer Gyula végzi el. És közben megy a passzolgatás. Majd az érdiek megszerzik a labdát, és egy helyzetet próbálnak kialakítani. De szélen Csemer nagyon jól védekezik. És meg is szerzi a labdát, a játékvezető pedig mutatja azt, hogy mehet tovább. A játékvezető pedig Böcskei Balázs, miközben indulunk. Nagy próbált megindulni, vagyis elnézést Olá, nem sikerült neki. Leszereli az érdi játékos.
hazai csapatot, Schindler Szabolcs irányítja, ő is készítette fel őket. Még a vendégeknél pedig Limperger Zsolt áll a csapat élén, és szabálytalanság történt. A bíró figyelmezteti a vendégjátékost. Úgyhogy... Megpróbálták jobb szélen, nem sikerült, nem volt pontos a paszt. Egyébként cserék pedig úgy festenek a hazai csapatnál, hogy Balog, Molnár, Markó, Kalász, Horváth, Pavlecki, Major, még a vendégeknél Nagy, Honti, Ország, Pintér, Balázsovics. És egyébként nagyon sok érdekesség van ezen a mérkőzésen, hiszen az utóbbi években megnéztem a miközben egy gyönyörű csel, egy nem annyira gyönyörű lövéssel volt párosítva, de nem baj. Még az elején járunk. Bőven van idő javítani és növelni is az előnyt, amennyiben úgy alakul. Tehát rengeteg érdekesség van ezen a mérkőzésen. Talán az az egyik legnagyobb, hogy a két csapatban, most a cseréket is beleveszem, a legidősebb játékos, jelenleg 51 éves, most szeptemberben töltötte be az 51. életévét, Nagy Endre, tehát utólag is Isten éltesse. És emellett pedig a vendégeknél is rengeteg fiatal játékos van, ennek köszönhetően a csapat átlag életkora 27 éves korra tehető, még a hazaiaknál 24, közben pedig egy érdi helyzet akart kibontakozni, de csak akart. Mennek is a labdáért, bedobás következik. És a bíró jelez, ismét szabadrúgás kifele. Tehát eddig úgy áll a tabella, hogy az Érdal 8 mérkőzés után 5 győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel, a tabella második helyén 17 ponttal, még a hazaiak 8 mérkőzés alatt 6 győzelmet és 2 döntetlen szereztek, miközben Oláhot próbálják a széle megindítani, megveri az emberét, eddig szépen megtartotta a labdát, és egy érdi játékosról kerül ki. Egyébként rengeteg szurkoló látogatott ki erre a mérkőzésre, és azért még jönnek egy-ketten. Szerintem 300 főre tehető. És majdnem egy öngól. Szöglet, ha jól látom. Vagy nem, elnézés, kirúgás jön. És egyébként itt igen jó a hangulat fönn a sajtó páholyba, ugyanis itt vannak mellettem az ajkai keménymag, tehát a legütősebb drukkerek. Ez úgy gondolom, ez bele is hallatszik a közvetítésembe. Már mire ezt kimondom, pont abban is maradt. Sajnos, én élvezem. Érdieknél a labda. És egyébként azt is érdemes megemlíteni, hogy egy helyzet volt megint kibontakozóba, Horváth pedig gyönyörűen jött a labdáért, megfogta, és szól is érte a taps a lelátóról. Tehát azt is érdemes elmondani, hogy Csizmadia, ő érdi nevelésű, tehát aki nálunk játszik 19-es messzámba, úgyhogy a barátai ellen lépett most pályára. Gyönyörű, gyönyörű játék, vajon lesz-e rá érkező, vagy bevállalja, és éppen hogy csak nem. Szurkolókat egyre jobban fokozza ez a sok helyzet. Játékvezető pedig ismét Ajkának ítéli a labdát. Tehát Csizmadia, ő érdi nevelésű, tehát a barátai ellen lépett most pályára. És a vendégeknél pedig Meltzer Vilmos. Meltzer Vilmos pedig egyébként fél évet itt játszott Ajkán, aki most szintén kezdő az érdi csapatnál. Közben pedig szélről próbál beindulni a hazai csapat. Bedobással folytatódik a mérkőzés.
Nézzük meg. Hát, ha lesz megint egy veszélyes akció. Góllal zárul, a közben pedig a visszajátszást láthatjuk az előző nagy helyzetről. Majdnem, hogy egy öngól lett, közben pedig a szögletet, vagyis a bedobást elvégezték. Majdnem olyan lett, mint egy szöglet. És az érdiek nem tudtak tisztán felszabadítani, de valahogyan szerencsével kikerül a labda, amit vissza is rugott Kenderes. Bureknél a labda. Ő fogja elvégezni a kirúgást. És egyébként az is érdekesség, hogy Csiszár és Gera Dávid, a vendégjátékosai, pedig hát megjárták az egyik legnagyobb magyar csapatot, utánpótlás szinten, a Ferencvárosról beszélek most, az egyik legnagyobb magyar csapatról, úgyhogy ő rájuk is figyelni kell. Közben pedig meg is botlik a nyelvem, mert azért nagy iramú mérkőzés, nem hagynak pihenni engem a srácok. Közben pedig jobb szélen egy indítás, amire nagyon szépen fut be az Ajka játékos. Ajjajjajjajjaj, és inkább szögletre tisztáznak az érdiek. Tehát 3 pont a két csapat között a különbség. Úgyhogy érthető, hogy fokozott itt fönn a hangulat. Úgyhogy én itt igencsak jól érzem magam. Az előbb is ebből a szögletből lett az első találat, és eddig utolsó. Reméljük most egy másik is lesz, és megint szögletre tisztáznak az érdi védők. Legutóbb az Érd egyébként 1-0-ra megverte a Dunaharaszti MTK-t, még a MOL Vidi ellen egy 1-1-es találkozót zárt az Ajka. Rengeteg helyzetük volt, de nem tudtak vele élni, hiszen a fiatalok is azért összekapták magukat. Többnyire 17-18 évesek alkották azt a Vidit, és közben pedig megint lehet valami, egy fejes, és Burek véd. Kirúgja a kapus az egyszem csatárukhoz. Közben pedig labda fejen találta az egyik biztonsági őrt. És egyébként az is külön érdekessége ennek a két csapat múltjának, hogy legutóbbi 4 bajnoki mérkőzésükön otthon senki se tudott nyerni. Tehát a múlt évben, 2017. augusztus 26-án, közben pedig figyelmeztetés van, a múlt év augusztus 26-án rendezték az Ajka-Érdi találkozót, akkor a 3. fordulóban az Ajka kikapott 2-1-es arányban. Utána pedig Érden találkoztak a 16.-7. fordulóban, ezt most pontosan nem tudom, ott pedig az Ajka vendégként győzött 3-1-re. És megint lehet valamit kidolgozni. Nézzük, nagynál a labda. Nagy elindul be középre. Nagy, nagyon szépen üresen álló játékoshoz passzolt beadás. Éppen hogy csak lekésett róla megint Nagy. Semmi gond, szép volt. 2016-ban az NB3-ban pedig, vagyis hát akkor is NB3-ban, 2016. augusztus 13-án találkoztak az együttes tagjai, és akkor az Ajka itthon 3-1-es arányban kapott ki. 2017. február 18-án pedig, tehát előtte, vagyis utána, pedig Érden megbosszulta ezt az Ajka együttes, és 4-1-es arányban győzött. Tehát otthon, bajnokságban nem tudott győzni egyik se. És az is összekapcsolódik, hogy aki kikapott, az mindig csak 1 gólt tudott rúgni a meccsen, tehát 4-1-3-1, 2-1-3-1. És egy sárga lapot oszt ki a játékvezető, miközben nem látom pontosan, hogy kit rendel magához. Sárga lap, mindkét félnek. Az érdi csapatkapitánynak is osztottak ki.
Nálunk Köles János kapott sárgalapot, még Érnél Meltzer Vilmos, aki játszott itt Ajkán közel fél évet, amit már elmondtam nemrégiben. A mérkőzés 17. percében azt mondom, hogy nem lehet okunk panaszra, hiszen korai gólnak hála 1-0-ra vezet a hazai gárda. Érdi szabadrugás. Vajon ma még elvégzik-e a szabadrugást? Úgy néz ki, hogy igen. Nem sikerült ez a szabadrugás. És nem sikerült a labdalevétel. Ennek okán jöhet az Érd. Hátul elpasszolgatnak a srácok. Már csak pontosan kéne. Nézzük. Igencsak följött az ajkai csapat. Tehát nem szorul hátra, teljesen előre följön védekezni is. Most pedig az Érd talán egy helyzetet alakíthatott volna ki. És egyébként módosítom azt, amit egy 5-10 perccel ezelőtt mondtam, hogy 300 szurkoló, szerintem már 450-en is. Itt vannak 400-450 és nézőszámot jegyezhetnek körülbelül. És a túloldalon is rengetegen vannak. Szép tisztázás, azt is ki kéne vágni, egyelőre nem sikerül. Ott a beadás, Érdi helyzet, nincs büntető. És a játékvezető pedig szépen terpez be, mint Cristiano Ronaldo a szabadrugások előtt. Majd mutatja azt, hogy kifele jár a szabad. Horváth végezheti el kifele a kirúgást. Nyilván nem befele fogja. Ezzel újat nem mondhattam. Meltzer a földön. A játékvezető bele is fúj ezért a sípjába. Hátul passzolgatnak el, és nagyon szépen feljön. Tehát már elől le akarja támadni az Ajka, az Érdet. Azt az Érdet, aki az utóbbi három évben az NB3-ban szinte mindig olyan pozíciót értek el, hogy érmesek voltak. Na, talán a játékvezető rúgta föl Meltzert, és Nagy pedig meg van indítva, nagyon szépen leveszi a labdát, ott a helyzet, megtolja, az nem volt egy jó ötlet, ott a helyzet, vajon lesz-e gól? Hát mit játszadozunk ott? Hát ez hihetetlen, ekkora helyzetet, így elpuskázni. Jó iramú a meccs. Járunk itt a 20. percbe, 21-be, és azt mondom, hogy izgalmas. Egész gyorsan elment ez a 20 perc. Egyébként pedig hadd ejtsek szót a vezetőedzőkről is. Persze, hogyha addig nem lesz semmi. De hát megint egy helyzet van kibontakozóba. Csak volt, de nagyon-nagyon szépen letámad a hazai csapat, és megzavarták egymást Csemer és Köles, ha jól látom. Tehát kezdem a vendégvezető edzővel. Limperger Zsoltnak hívják, és pápai születésű az edző, és egy érdi helyzet, Horváth pedig szépen véd. Tehát Limperger Zsolt pedig hát nem sokan lehettek az ő helyzetébe, hiszen ő egy olyan edző, aki olyan játékos volt, mint például, vagyis hát pontosan mondva, pályára lépett a Real Madrid és a Barcelona ellen is. Hiszen
Az FTC-ben kezdte a pályafutását, és 1984-től 91-ig volt a csapat tagja, majd eligazolt Spanyolországba a Real Burgoshoz, és ott 3 éven keresztül játszott a La Ligába, tehát a spanyol első osztályban. És most szólnak a fülemre, hogy Bozsoki kapott sárga lapot. Bozsok Imre kapta, pontosítok is. Tehát a Real Burgosnál játszott, és 71 mérkőzésen lépett pályára, és 9 gólt szerzett. Úgy gondolom, hogy ez egy szép teljesítmény. Ugyan helyzet, kapus kiüti, gyorsan föl kellett volna állni. De még nem múlt el a veszélyes helyzet. Rá kell vállalni, srácok, nem szabadott elcicázni, így van. Szép volt, majdnem. És egyébként 1993-ban, amikor kiesett a Real Burgos a La Ligából, tehát nem volt olyan szép szereplése a csapatnak, mindig a 10-15. Helyen tanyáztak, a legutolsó évben kieső jelöltek voltak, majd azzá is váltak, és elment a Celta Vigóhoz, és ott egy meccsen lépett pályára, ott is 15 percet, majd elszakadt az egyik szalagja, úgyhogy egy kis időre abba lett hagyva a futball, majd 94-be a Mallorcánál folytatta újra. Nézzük meg. És most az érd jöhet, de egyébként nagyon szépen fölállt. Az Ajka nagyon letámadó játékban játszik. Ennek az az oka, hogy meg akarják mutatni a szurkolóknak, mert múltkor nem sikerült annyira jól az a Vidi elleni meccs. Az előbb mondta az egyik szurkoló, hogy ott is annyi helyzetünk volt, de nem tudtuk kihasználni. Fejjel ki. Szép tisztázás. Hát ez azért csúnya volt. Tehát azt mondom, hogy hajnalban volt az egyik MMA ketrecharc mérkőzés. És ez ott megállta volna a helyét. Ez a mozdulat, óriási védés. Húha, de még mindig nem szabadult fel a kapu. És mindenki mutatja, hogy kéz volt. Tehát ezt mindenki látta, csak a játékvezető, nem ezek szerint. Hát ez egy, amit az előbb láthattunk, az inkább ketrec harcba illő volt. Én meg is mondtam. Úgyhogy most áll a játék. Addig pedig mondom. És hallom is, hogy visszajátszásra is kerül az előző mozzanat. Be is jön az orvos. Úgy hallom, egy másik érdés beállt kapusnak. Visszajátszásból is tökéletesen látszódik. Közben megy az ápolás, és még azt is elmondom még Limperger Zsoltról, hogy Real Mallorcánál 2 évig szerepelt, a B divízióban pedig bronzérmet is nyert a csapattal, majd pedig úgy döntött, hogy hazajön. És 96-tól pedig 98-ig a Ferencvárosnál volt, tehát ahol elkezdte a profi szerződését, és 18 mérkőzésen 2 gólt szerzett, majd pedig visszavonult. És egyébként magyar válogatott is volt, 1989-től 1992-ig, 22 mérkőzésen pedig egyszer be is vette az ellenfél kapuját. Még ezt végigmondtam, addig folytatódhat a meccs, tehát az ápolás úgy néz ki, hogy megvolt. Kérdés az, hogy folytathatja a sérült játékos, hogy önállapotban van-e. Nézzük. Agresszíven kell. És most már odafúja. Most már odafúja a játékvezető. A góllövő listán pedig továbbra is nagy Krisztián vezeti ebbe a bajnokságba. 7 találatával, a második Olá László 6 találatával, és 6. helyen pedig Horváth Péter szerepel Kós Gáborral, azzal a Kós Gáborral, aki most Érden játszik, és
tehát hatos messzám alatt, és kezdő is. Tehát a nagy gólvágók ott vannak a pályán, csak Horváth van most a kispadon, ő ül ott. Azaz le kell támadni, srácok. Még a kapust is hibára kell kényszeríteni. Most nem hibázott, de ki tudja, a legközelebb lehet fog, Csemer felugrik. Mondtam volna én is, hogy lökés volt, de hallom, hogy mellettem a szurkoló már felkiabált. Kim volt? Jöhet is a hazai csapat. Közben pedig szélen megindulunk. Nézzük meg. Ajajajajajajajaj. Ezt nagyon lassan szerettük volna megcsinálni, vagy kicsit lelassult Olá. És megpróbál följönni a vendég együttes. Két védő között simán elfut az érdi. Bent nincs senki, Ajkain kívül persze. Hogyha pedig már szó volt Limpergerről, azt mondom, hogy legyen szó Schindler Szabolcsról is. Aki 1974-ben született Kecelen, és profi pályafutása alatt fel kéne szabadítani srácok. Eddig nem is került, tehát Schindler Szabolcs profi pályafutása alatt, tehát 1996-tól 2010-ig az NB1 egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó játékosa volt, hiszen szinte minden egyes csapatnál, akinél ott volt, mindig szinte a kezdőben találhatta magát. És ennek köszönhetően megfordult Fehérváron, az MTK-nál, a Vasasnál, a Honvédnál, többek között. Védő játékos volt, és 370 profi mérkőzésen pedig 9 gólt szerzett. Schindler Szabolcs pedig egyébként lassan, de biztosan betölti a 44. életévét, egész pontosan ebben a hónapban, október 26-án. Jó kis előszülinapi ajándék lenne itt, hogyha a srácok egy 3 ponttal mennének le a pályáról. Szerintem ezzel Schindler Szabolcs is egyetért. Nagyon szép felszabadítás. Áj, de... Jó. Nagy szerencsével, de még nálunk volt. Nézzük. Megint le kéne támadni az ellenfél csapatát. Hibára kell kényszeríteni. Azaz, előre is mentek. Megint beletüsszentett a bíró a sípjába. Nézzük, hogy mit tud kezdeni ezzel az érd. Egyébként Schindler Szabolcs pedig volt még edző a Kubala Akadémián, Maglódi TC-n is, Ajkai állomás előtt pedig Dorogon is. Szép nagy bedobás, akár egy hajítógép. És nézem a vendégdrukkereket. Hát továbbra is fenntartom, egy 10 vannak, de nagyon-nagyon-nagyon szépen biztatják a csapatukat. Le a kalappal előttük, hogy ennyit utaztak, és így kiállnak értük. És egy nagyon nagy hiba, lövés éppen hogy csak mellé megy. Hát ez egy nagyon közeli helyzet volt, nagyon meleg helyzet volt. Most ezt a szögletet ki kell vágni, tehát nincs mese. Meltzer elvégzi a szögletet. És most lehetne kialakítani valamit. Nem sikerült megfogni a labdát, már nem kézzel, hanem megtartani inkább, így fogalmazok. Közben pedig ismétlést láthatunk az előző helyzetet láthatjuk, hogyha persze megy.
Közben pedig megint az Érd jöhet. Nézzük meg. Most az utóbbi 2-3 percben nagyon, nagyon erőre kapott a vendégcsapat. Úgyhogy még most hamarjában kéne erre lépni valamit. Jó lenne. És én megkockáztatom, hogy amióta én itt a kommentálkodást űzöm, most van a legjobb hangulata a meccsnek. Mármint úgy, hogy a szurkolók részéről. Persze ez érthető is, hiszen 1-0-ra vezetünk, és egy nagyon erős csapat ellen, de most egy nagyot hibáztunk. Reméljük, hogy ez miatt nem fogunk erre ráfázni. Közben pedig láthatunk egy szép bukfencet. Testnevelés órán is így tanítják körülbelül. Csak ott nem löknek rá az emberre. Gyorsan elvégezték. Nem baj. Gyorsan elvégezték, mégis nálunk van a labda. A játékvezető pedig mondja azt, hogy keljen föl a játékosunk. Meltzer. Szélen próbálnak valamit kiarcolni. Nagyon szép lövés. Remélem egész mérkőzésen ilyeneket láthatok a vendégektől. Hát hogyha még egy kapu az alapból rajt, vagy hogyha még egy kapu lett volna a kapun, tehát hogyha kettő lenne egymás fölött alatt, akkor sem megy be ez a lövés. De hát ennek hazaiak csak örülhetünk. Közben pedig megy a visszajátszás, miközben Horváth rúgja ki a labdát, azt most önök nem láthatják. És megint eladunk egy labdát. Ez nem lesz így jó. Nézzük, szélen kéne valamit csinálni, de hát nem elveszteni kéne, nem arra gondoltam, hogy úgy csináljunk valamit, hanem kerüljünk az ellenfél kapuja közelébe, és használjuk ki a helyzetet. Mert ameddig ez nem sikerül, addig ők fognak nyomást gyakorolni ránk. Nézzük meg, mit tudnak kezdeni az ajkaiak a labdával. Megtartani ugyan nem tudtuk, és hát az nem volt egy olyan nagy rúgás, de nagyobb esés volt belőle. Nézzük meg, hogy ebből tudunk-e helyzetet varázsolni. Vagy csak tartsuk meg a labdát, gyönyörű passz Nagytól, ezt így kell csinálni, így is tanítják, és hibára kényszerítettük a vendégeket. Közben pedig a vendégjátékos végzi el a kirúgást. Középpályánál tart a labda, és megint eladtuk. Ez így nem lesz jó. Meltzer tovább. Ajkai védők a helyükön. Meltzer megint. Meltzer itt úgy érzem, hogy kicsit bizonyíthat is a volt játékos társainak, hogy nagyon jó játékos. Beadás. Elszáll a kapu mellett fölött. Nekünk jó, az érdi drukkereknek nem. Horváth készül kirúgáshoz.
Itt járunk az első félidő 37. percében, az állás továbbra is 1-0, Pákai szerezte a vezető találatot az első-második perc környékén. Test a test elleni ütközés, ezt a játékvezető tovább engedi. Nagy nála labda. Nagy hátra Csemerhez. Csemer átjátsza a másik oldalra. Hajszál pontosan. Most a jobb szélről lehet beindulni. Nagy üres terület volt, egy kézzel párosítva. És megint elhagytuk. Most az utóbbi 20 percben nagyon sok labdát adtunk el. Ami azért számunkra nem kedvező. És az Érdi jöhet egy helyzettel. Csel, lövés, Horváth le, megfogja és lefekszik vele a földre, és Horváthnak pedig jár a taps. Jó lövéshez, jó védés párosult most. Horváth kirúgja. Most bizonytalan a labda útja. És a játékvezető pedig úgy ítél, hogy Érd jöhet szabadrugással. Böcskei úr ítélt egyébként úgy. Talán jön-e egy egyenlítő találat, most ezért izgulnak, izgulunk. Ott a helyzet, Horváth pedig véd. Ezekre oda kéne figyelni. Visszajátszásból pedig láthatjuk. Vagyis nem. Mégse, ugyanis Horváth kirúgja a labdát, azt láthatjuk. Vagy az se? Kérdezem én a technikustól, és amint kimondom, láthatjuk. Nagyon szép labdaszerzés és labdavesztés már megint. Jobb szélen indul meg a hazai együttes. Közben pedig láthatjuk a vendégdrukkereket is, le a kalappal előttük. Szívvel, lélekkel hajtják a csapatukat. Szöglet. Vagy nem, bedobás. Elnéztem. Az Érdiek kifejelik. És le is veszik. És 1-3 ellen. Test a test elleni küzdelem volt ez. És megint jöhet az Ajka. Hát pontosabban kellene. Megy az, srácok. Olánál a labda. Olán nagyon szépen Nagyhoz. Nagy a 16-oson belül, és fellökte. Tiszta játék. Inkább nem mondtam most semmit. Játékvezető pedig beszél az előbb sérülést elszenvedő játékossal, de azt mondja, hogy nem kell orvosi segítség, így is bírja. Csemer labdát szerzett, majd még próbálkozott, de aztán gyorsan fölpattan és megy is a labda irányába. Játékvezető megint fúj. Hát ez egy érdekes szituáció volt. Majd az Érdiek elvállalhatják, Horváth pedig megfogja. Lassan jöhet a pihenő egyébként. Még 4 perc van ebből a fél időből. Hát utána egy nagy pihenés, és reméljük, hogy ugyanúgy fogja folytatni a hazai gárda, mint ahogy kezdte a legelső fél időt, vagyis az elsőt. Vagy legalább most ráhúzunk még egy góllal. Test a test ellen. Nagyon szép labdaszerzés, ezt most már ki kéne használni. Nagy. Nagy szépen tovább játsza, olá, és nincs benne senki. És... és most érthetetlen, hogy mi történik ott, mert én egész pontosan nem láttam, hogy miért fekszik az a játékos.
És egyébként pedig az egyik érdi közvetítő pedig idehozott nekem egy lapot, amit köszönöm szépen, ugyanis a mai napon ez az utolsó meccs az NB3 nyugati csoportjában, ezelőtt a, vagyis hát a legelső meccs az a Puskás-Komárom volt, ahol a Puskás 2-0-ás vereséget szenvedett Bozsik Péter csapatától. A Pénzügyőr Vidivel játszott, Vidi sima 3-1-es győzelem. A Pápa X-elt a Sárvárral, a Ménfőcsanak András Hida hazai 1-0-ás sikerrel fejeződött be. Harmadik kerületi TV-je a BKV-val 3-2-t játszott. A THS-e szabad kikötő Nagykanizsát 2-1-es arányban verte meg, tehát Nagykanizsa is lemorzsolódik. És a Dunaharaszti MTK pedig kikapott Csepeltől 2-1-es arányban. Köszönöm szépen az információt. És közben pedig eséskelés, egy kis birkózással karöltve. Hát a bírót nem veszik komolyan. Közben pedig a bíró nem tudja, hogy most mi hogyan megy. Tehát néha van kedve, belefúj egyet a sípba, néha nem. Az ajkai drukkerek szerint akkor fúj bele, hogyha az ajkaiak követik el a szabálytalanságot. Érdi szabadrugás, ajkai kifejelés, és le lehet támadni 2-3 ellen. Így kell ezt csinálni. És az mi volt? Az mi volt? Hogyha erre nem jár lap, akkor lemegyek és befutok a pályára. Vagy nem? Mivel látom, hogy eddig nem került elő lap, inkább nem futok be. De ebből most már elég lesz. Sárga lapot előkapta. És az ajkai játékos kapta. Hát, hogyha ez a mérkőzés így folytatódik, megerősített biztonsági szolgálat kell a játékvezetőnek. De hát ez hihetetlen. Hát ez nem volt szép. Közben pedig nézhetjük a visszajátszást. Közben pedig egy szabadrugás is elvégzésre kerül. Érkező lett rá. És kifele. Hát nem tudom, hogy mit mondhatnék. Ilyen. És elmondom, kedves nézők, hogy most már én is kezdem elveszíteni a türelmemet. Mert ez eddig hihetetlen. És ezt a függetlenül szurkolók is megmondhatják, hogy ez a bíró, ez el fújogatja magát. Nagyon csúnyán. Tehát ilyen szinten, NB3-as szinten ilyen játékvezetői hibákat nem lehet megengedni. Szép oda csúszás. És tovább. És lefújja Böcskei sporttárs az első fél időt. És remélem, hogy jó nagyot fog pihenni, és kiheveri ezt a folyamatos hibázást, mert ez már azért kezd kicsit sok lenni. Az első fél időben Pálkai szerzett találatával 1-0-ra megy a hazai gárda. Most pedig bevonulnak a pihenőre, második fél idővel pedig folytatjuk. Addig jó pihenést kívánok önöknek is. Nézzük, szélen kéne valamit csinálni, de hát nem elveszteni kéne, nem arra gondoltam, hogy úgy csináljunk valamit, hanem kerüljünk az ellenfél kapuja közelébe, és használjuk ki a helyzetet. Mert ameddig ez nem sikerül, addig ők fognak nyomást gyakorolni ránk. Hajrá!
Ja, érti? Nézzük meg, mit tudnak kezdeni az ajkaiak a labdával. Megtartani ugyan nem tudtuk, és hát az nem volt egy olyan nagy rugás, de nagyobb esés volt belőle. Nézzük meg, hogy ebből tudunk-e helyzetet varázsolni. Vagy csak tartsuk meg a labdát, gyönyörű passz Majdtól, ezt így kell csinálni, így is tanítják, és hibára kényszerítettük a vendégeket. Közben pedig a vendégjátékos végzi el a kirúgást. Középpályánál tart a labda, és megint eladtuk. Ez így nem lesz jó. Meltzer tovább. Ajkai védők a helyükön. Meltzer megint. Meltzer itt úgy érzem, hogy kicsit bizonyíthat is a volt játékos társainak, hogy nagyon jó játékos. Beadás. Elszáll a kapu mellett fölött. Nekünk jó, az érdi drukkereknek nem. Horváth készül kirúgáshoz. Itt járunk az első félidő 37. percében, az állás továbbra is 1-0. Pákai szerezte a vezető találatot az első-második perc környékén. Test a test elleni ütközés, ezt a játékvezető tovább engedi. Nagy nál a labda. Nagy hátra Csemerhez. Csemer átjátsz a másik oldalra. Hajszál pontosan. Most a jobb szélről lehet beindulni. Nagy üres terület volt, egy kézzel párosítva. És megint elhagytuk. Most az utóbbi 20 percben nagyon sok labdát adtunk el, ami azért számunkra nem kedvező. És az érd jöhet egy helyzettel. Csel, lövés, Horváth le, megfogja és lefekszik vele a földre, és Horvátnak pedig jár a taps. Jó lövéshez, jó védés párosult most. Horváth kirúgja. Most bizonytalan a labda útja. És a játékvezető pedig úgy ítél, hogy Érd jöhet szabadrugással. Böcskei úr ítélt egyébként úgy. Talán jön-e egy egyenlítő találat. Most ezért izgulhatunk. Izgulunk. Ott a helyzet, Horváth pedig véd. Ezekre oda kéne figyelni. És visszajátszásból pedig láthatjuk. Vagyis nem. Mégse, ugyanis Horváth kirúgja a labdát, azt láthatjuk. Vagy az se? Kérdezem én a technikustól, és amint kimondom, láthatjuk. Nagyon szép labdaszerzés és labdavesztés már megint. Jobb szélen indul meg a hazai együttes. Közben pedig láthatjuk a vendégdrukkereket is, le a kalappal előttük. Szívvel, lélekkel hajtják a csapatukat. Szöglet. Vagy nem, bedobás. Elnéztem. Az érdiek kifejelik. És le is veszik. És 1-3 ellen.
test a test elleni küzdelem volt ez. És megint jöhet az Ajka. Hát pontosabban kellene. Megy az, srácok. Olánál a labda. Olán nagyon szépen nagyhoz. Nagy a 16-oson belül, és fellökte. Tiszta játék. Inkább nem mondtam most semmit. Játékvezető pedig beszél az előbb sérülést elszenvedő játékossal, de azt mondja, hogy nem kell orvosi segítség. Így is bírja. Semer labdát szerzett, majd még próbálkozott, de aztán gyorsan fölpattan és megy is a labda irányába. Játékvezető megint fúj. Hát ez egy érdekes szituáció volt. Majd az érdiek elvállalhatják, Horvát pedig megfogja. Lassan jöhet a pihenő egyébként. Még 4 perc van ebből a fél időből. Hát utána egy nagy pihenés, és reméljük, hogy ugyanúgy fogja folytatni a hazai gárda, mint ahogy kezdte a legelső fél időt, vagyis az elsőt. Vagy legalább most ráhúzunk még egy góllal. Test a test ellen. Nagyon szép labdaszerzés, ezt most már ki kéne használni. Nagy. Nagy szépen tovább játsza, Olá. És nincs benn senki. És... és most érthetetlen, hogy mi történik ott, mert én egész pontosan nem láttam, hogy miért fekszik az a játékos. És egyébként pedig az egyik érdi közvetítő pedig idehozott nekem egy lapot, amit köszönöm szépen, ugyanis a mai napon ez az utolsó meccs az NB3 nyugati csoportjában, ezelőtt a legelső meccs az a Puskás-Komárom volt, ahol a Puskás 2-0-ás vereséget szenvedett Bozsik Péter csapatától. A pénzügyőr Vidivel játszott, Vidi sima 3-1-es győzelem, a Pápa X-elt a Sárvárral, a Ménfőcsanak András Hida hazai 1-0-ás sikerrel fejeződött be, harmadik kerületi tévéje a BKV-val 3-2-t játszott, a THS-e szabad kikötő Nagykanizsát 2-1-es arányban verte meg, tehát Nagykanizsa is lemorzsolódik. És a Dunaharaszti MTK pedig kikapott Csepeltől 2-1-es arányban. Köszönöm szépen az információt. És közben pedig eséskelés, egy kis birkózással karöltve. Hát a bírót nem veszik komolyan. Közben pedig a bíró nem tudja, hogy most mi hogyan megy. Tehát néha, ha van kedve, belefúj egyet a sípba, néha nem. Az ajkai drukkerek szerint akkor fúj bele, hogyha az ajkaiak követik el a szabálytalanságot. Érdi szabadrugás, ajkai kifejelés, és le lehet támadni 2-3 ellen. Így kell ezt csinálni. És az mi volt? Az mi volt? Hogyha erre nem jár lap, akkor lemegyek és befutok a pályára. Vagy nem? Milyen látom, hogy eddig nem került elő lap, inkább nem futok be. De ebből most már elég lesz. Sárga lapot előkapta. És az Ajka játékos kapta. Hát, hogyha ez a mérkőzés így folytatódik, megerősített biztonsági szolgálat kell a játékvezetőnek. De hát ez hihetetlen. Hát ez nem volt szép. Közben pedig nézhetjük a visszajátszást. Közben pedig egy szabadrugás is elvégzésre kerül. Érkező lett rá.
és kifele. Hát nem tudom, hogy mit mondhatnék. Ilyen... És... Elmondom... Elmondom, kedves nézők, hogy most már én is kezdem elveszíteni a türelmemet. Mert ez eddig hihetetlen. És ezt a függetlenül szurkolók is megmondhatják, hogy ez a bíró, ez el fújogatja magát. Nagyon csúnyán. Tehát ilyen szinten, NB3-as szinten ilyen játékvezetői hibákat nem lehet megengedni. Szép oda csúszás. És tovább. És lefújja Böcskei sporttárs az első félidőt. És remélem, hogy jó nagyot fog pihenni, és kiheveri ezt a folyamatos hibázást, mert ez már azért kezd kicsit sok lenni. Az első félidőben Pálkai szerzett találatával 1-0-ra megy a hazai gárda. Most pedig bevonulnak a pihenőre, második félidővel pedig folytatjuk. Addig jó pihenést kívánok önöknek is. A kis pihenő után pedig köszöntöm ismét a kedves nézőket. A második fél időre térünk vissza. Az első fél időben az Ajkai együttes 1-0-ás arányú vezetésre tett szert. De összeszedte magát az Érd is a gól után, hiszen rengeteg helyzetet tudott kidolgozni. Ám de nem sikerült nekik az egyenlítés. Játékosok már föl is álltak. Játékvezetőkre várunk, és a játékvezetői sípra. Hát még csak most jönnek ki, amit tudok önöknek is mutatni, úgyhogy rá is közelítek. És a drukkerek pedig elkezdik a hajrá Ajka rigmust skandálni. De még egy picit még beszélget Böcskei úr. Jót tett ez a kis pihenő, ugyanis nagyon-nagyon feldúlt első fél idő végét láthattunk. Hiszen számos játékvezetői hibának lehetünk szemtanúi, amit visszajátszásban is megmutattunk önöknek. Na de útjára is indult a labda. Bedobással jönnek. Megint úgy kéne kezdeni az Ajaknak, mint az első fél időben, és akkor Pálkai meg is szerezte a találatot a második perc környékén. És most is lett rá szansz. Nézzük. Oda csúszás. Nyilván erre nem jár síp.
és labda vesztés. Vajkai labdaszerzés, miközben én a helyemre ültem, mert megint operatőri munkát végeztem. És egy nagyon jó indítás lehetett volna, hogyha nem lett volna résen a kapus. Megint bele tüsszent a játékvezető a sípjába, és jöhet az érd Meltzer. Le kell támadni őket, hajrá srácok! Bedobás. És mint egy kis technikai probléma adódott, úgyis nem láthatták a meccset ezek szerint. Én pedig közvetítettem. Nyugodjanak meg, nem maradtak le semmi jóról. Horváth. Elszórakozgat hátul. Labdát szereztek az érdiek, és Meltzer megindul, a csapat kapitánya. Majd egy indítás, és fölé! A második félidő igen furán indult, ugyanis az érdnek volt egy hatalmas helyzet, amit most ki is hagytak. Itt volt az esély az egyenlítésre, hogyha egy picit nyúl csak el a támadó játékos, akkor most egy-egy lenne, és gólörömöt láthatnánk, de most csak azt látjuk, hogy ballagnak vissza. Horváth pedig húzza a lábát. Ennek most nem örülhet Schindler mester. Horváth talán nagy kirúgáshoz készülődik. Így van. Aztán fogja, mert fáj neki. Nagyon. Sántikál. Közben pedig az érdieknél megint a labda, és megint egy helyzetet tudnak kialakítani. De kemények az ajkai védők. Bedobás. Jöhet kifele a labda. Egyébként a pályával semmi gond nincs. Az utóbbi napokban nem tudok arról, hogy itt esett volna az eső. Talán egy picit csepergett. De most a talaj tökéletes. Nem is csúszik, pont jó. Így is edzettek egyébként a srácok egész héten, a hazaiak. És egy nagyon szép labdaszerzés, de nem figyeltünk oda eléggé. És bedomással jött az érd. És egy gyönyörű labdaszerzés. És annak is egy odarugás. Játékvezető magához ítéli az elkövetőt. Olának rúgtak oda. Az előbbi fél időben ezért nálunk egy sárga is járt. Most nem. Közben szélen próbálunk helyzetet kialakítani. Több-kevesebb sikerrel, most inkább kevesebbel. De erősen vannak a játékosok, és gyorsan meg is szerzik. Köles. Meglepte a csapattársát, nem erre számított.
Pákai, a gólszerzőnél a labda. Nem jó. Meltzer. Most kéne letámadni a srácoknak. Les miatt jelez az asszisztens. És az érdi drukkerek pedig skandálják a rigmusaikat. Biztatják a srácaikat. Úgy gondolom, hogy minden csapatnak kell ilyen drukker tábor. Mert egyébként sok helyen jártam, de ilyet nem nagyon láttam. Úgyhogy le a kalappal a drukkerek előtt. Közben letámadásnak lehettünk szemtanúi, majd egy ütközésnek, ami nem volt úgy semmi. És egy ipponnal majdnem, hogy földre került Meltzer. Az egy másik sportág. Négy védő hátul, ajkánál. Szépen figyelnek egymásra, együtt mozognak. És egy távoli kísérlet, és fölé. Horváth jött megint kirúgással, és még mindig egy nagyon picikét biceg. Kirúgás következik. Fejelés. Meltzer. Vissza Meltzerhez. És lejátszották szélre az érdiek. Szép oda pöckölés. Pontos passzok. És nem volt érkező rá a szélen. Ezért marad az állás 1-0-ra egyenlőre. A drukkerek, a hazai drukkerek pedig elkezdik mondani a fiaiknak, hogy ébresztő, ébresztő. Nem így indult a meccs. Horváth kirúgás. Megcsúsztunk kicsit a labdán, de ezt nagyon szépen visszaszereztük. És visszaszerezték az érdiek, és a drukkerek pedig elkezdik ülteni Horváth Péter nevét. Felmondogatták. Ajkai helyzet lehetséges. Szélről adhatják be. Kaputól egy 30-35 méter messziről. Nézzük. Beadás. Nem volt rá érkező, nem volt pontos lövés. De még lehet valamit kezdeni vele. Onnan pedig messziről elvállalt lövés. Majdnem jár érte a taps. Az érdiek hozhatják ki, Meltzer középpályánál keresi az emberét, itt lenne a széle, meg is találta Németh Gábort. Labdaszerzés, azaz, de megint elvesztettük, de nem baj, így kell csinálni, harcosan kell ezt végig játszani. Egyik szélről a másik szélre játszik ki az érdi csapat,
most kezdenek kicsit csúszkálni a játékosok, pedig az előbb mondtam, hogy nem is esett eső. Jobb szélen akarnak valamit csinálni. Most bedobást fognak elvégezni a vendégek. Szöglettel folytatódik a mérkőzés. Ez is egy komoly helyzet lehet a Pest megyei csapatnak. Szögletrugó elhelyezkedett, mutatja játékos társaknak, hogy mit vár el tőlük, milyen formációba vegyék föl magukat. Jó. Hazaiak ki is vágják. Olá pedig nagyon lefutotta az ellenfelét. Megszerezte a labdát. És 1-4 ellen. Mire kimondom, már 4-4 ellen volt. Egyik szélről át a másikra, nem baj, ki kéne használni ezt is. Most kicsit fölpörgetjük magunkat. Ott a helyzet fölé. Nem baj, kell ilyen, hát ha beakad. És jön is a csere, a mérkőzésen az első csere. Horváth Péter érkezik be a pályára, ha jól látom. Remélem, hogy jól is látom. Felettébb érdekes. Így van, Illés Dávid helyett érkezik Horváth Péter, és az összes szurkoló egyből felugrik. Nagyon népszerű horváth itt Ajkán. Az egyik közönség kedvenc, ugyanis el tudja dönteni a mérkőzéseket. Nézzük meg, hogy ezt is el tudja-e. Többnyire akkor szerez gólt, hogyha csereként áll be. Már a múltkori Vidi második csapat ellen nem így lett, de most lehet, hogy így lesz. Horváth ki, előre. Na, az egy szép helyzet lehet. Nem jó. Nem baj, bedobással jöhetünk. Gyerünk, srácok, most az utóbbi pár percet meghúztuk, most már akkor fejezzük be egy góllal. Köles. Olá. Áj, nem szabad el nagy képüsködni. Ajajajajaj. Pontos egyenes passzok kellenek. Pákai. A csapat vezére, és eddig a csapat pókere. Vagy inkább a duhásza. Royal Flush-sel. Közben az érdiek próbálnak egy helyzetet kialakítani, és majdnem egyenlíteni is tudtak. Hibára kell kényszeríteni a vendégeket, nem pedig az, hogy lassan-lassan kimegyünk rájuk. Már egészen előle kell támadni. Az első 10 percben csináltuk a mérkőzésen, és meg is lett az eredménye. Meltzer. Szép. Még szebb. Ki kell hozni. Gólhelyzetet kell teremteni, és gólt kell lőni. Nagy. Helyett Olá volt, elnézést. Na most, 4-5 ellen. Nem jó. Nem jó, nem jó, és nem jó. Csere. 17-es jön le, tehát Bogdán Erik, és helyére pedig Ország Péter érkezik. Emlékeim szerint pedig egy ilyen játékvezetőnk már volt, hogy Ország Péter. Biztos névrokonok, vagy nem. De ez most nem is lényeges. Kifele jöhet az érd. Szép nagy bedobás lett volna.
Horvát. Gyerünk, 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 srácok, pörgessük föl magunkat. Horvát, eléred a labdát. Ajajajaj, kirúgással folytatódik a mérkőzés. Le kell támadni a vendégeket. És lest jelzett az asszisztens. Egész pontosan Maier Gábor. És... és nézzük is, hogy az érdieknél a labda. Tudnak-e valamit kezdeni vele? Igen, passzolgatásba kezdtek volna. De gyorsan le is fújja a játékvezető. Jöhet, jöhet kifele. Ha vendég csapat. Hátul passzolgatnak a védők. Kicsit most leült a hangulat itt a pálya szélén. Mire kimondom, erre meg rá is kezdenek az ajkaiak, mint hogyha csak engem hallgatnának. De szerencséjükre nem. Azt nagyon szépen megcsinálta az érdi játékos. És bele is esett abba a hibába, hogy eltúlozta a dolgot. Hogyha már először összejött, akkor nem biztos, hogy másodjára is sikerülni fog. Nézzük a bedobást, Meltzer vissza. És így is van, labdát kell szerezni. Nagyon szépen kihozták a srácok a labdát. Játékvezetőt, vagyis az asszisztenst meg majdnem eltalálták. Nézzük. Hibára kell kényszeríteni őket. Így né. Szépen, keményen és határozottan. Ott a lehetőség. Nem volt ott a lehetőség, csak majdnem. Nagyon szép. Hát mire kimondom, hogy nagyon szép, addigra elvesztjük. Nagyon bizonytalan mostanság a labda útja megint. Fehérektől a szürkékig és oda-vissza. Bedobás következik. Ajka végzi el. Nézzük. Le kéne támadni a srácoknak. Kéne szerezni még egy gólt. A fű zöld, az ég kék, és ezt pedig lefújta a bíró. Ki gondolta volna? Érdiek próbálják meg jobb szélen meghúzni a játékot. Ajkaiak elveszik a labdát, és előreívelik. Persze már a játék téren kívülre, nem baj. Hajrá, srácok, gyerünk, gyerünk! Bedobás egészen hátra ment a vendég kapusig. Lenn a szélen, vagy nem. Középen eljátszogatnak a vendégvédők. Közben pedig Schindler Szabolcs még egy cserét fog a közeljőben végrehajtani. Vajon ki fog érkezni? Nem találják egyébként a részt a vendégjátékosok. Főleg így, hogy most megint letámad a listavezető.
keresik az embert, hibára kell kényszeríteni. Azaz, srácok, határozottan szépen. Meltzer. Nagyon szépen, de nem számított erre Horváth Péter. Ismét Meltzer, mert még megfogta a labdát. Megpróbálják kitenni jobb szélre. Vagy befele indul el a játékos. Befele lett. Nagyon szép, nagyon szép. Harcoljunk azért a labdáért, srácok. Játékvezető pedig mutatja, hogy Érd jön. És most szóltak, hogy Olá jön le, és Pavlicki érkezett a helyére. Az érdi játékos pedig mutatja a figurát a srácoknak. Beadás pedig pontatlan. Vagyis hát akkor nem, hogyha egy ajka játékoshoz címezte a labdát a vendég. És megpróbálják a beadást. Ez szabályos test elleni küzdelem volt. Azaz, gyerünk srácok, harcoljunk meg a győzelemért, biztosítsuk be. Így van, szépen le kell kezelni, gyerünk. Nagy, rálövi védőről, lepattan. Véletlen, de ez egy testsel lett. És elhagyjuk. Ajkai bedobás, nem messze a kaputól, ebből még helyzet is lehet. És remélik az ajkai drukkerek, hogy lesz is. Köles fogja elvégezni a bedobást. Köles bedobja, majdnem, hogy az ötöshöz, tovább játszották a labdát. Ott a helyzet, Fölé! 2-3 méterről be kéne lőni az ilyet, bár elhiszem, hogy kicsit szerencsétlenül pattant a játékos elé a labda. Nem baj, ilyeneket kell még csinálni, előbb-utóbb be fog akadni a labda a hálóba. Gyerünk! Lesz a válasz erre a nagy helyzetre? Ha igen, nagy helyzet maradni fog, vagy gól lesz-e belőle? Nézzük! Érdiek játszadoznak az ajkai térfélen. Méterre a kaputól, 35-40, Meltzer. Szélen megindítják csapattársukat. Ki beadja a kapu elé, de nincs érkező, úgyhogy kivágták, de sajnos egy vendégjátékoshoz pontatlan a fejes. Kezdenek már fáradni a srácok is. És egy szép megindítás. Skenderes pedig szépen csúszott oda. Szöglet. Lepasszolják, és nem sikerült gólhelyzetbe kerülniük a vendégeknek. Horváth jön ki rúgással.
71. percben járunk, továbbra is 1-0-ás arányjal vezet a hazai csapat. És valami nem tetszett a játékvezetőnek megint. Már mondanom se kell, hogy jöhet az Érd. Horváth pedig mutatja a srácoknak, hogy azért menjenek följebb, meg menjenek kicsit össze, mert így nem tudja, hogy kinek, hogyan és miképp. Azt már eldöntött, hogy miképp. De pontatlanul, hogy kihez. Gyerünk. Horváth, zavard. Azaz. Ilyeneket kell csinálni, és már is külesnél a labda, tehát hibára kell kényszeríteni őket, és 4-3 ellen. Új. Ez azért eléggé húzós volt. Horváth elmegy a labdáért. Szépen lassan a kirúgáshoz készülődik még. Hát egy bő 20 perc maradt ebből a mérkőzésből. Be kell biztosítani azt a 3 pontot minél előbb. Vagy beleszaladhatunk még egy döntetlenbe. Egyelőre a második játékrész játéképe nem ezt mutatja. De a labda gömbölyű, bármi megtörténhet. Nem szabad elvinnie, azaz Köles hátra Horváthoz. Horváth szépen magasan előre ki is rúgja, és les. És jöhet is a csere. Ajka fog cserélni. És Major Norbert érkezik egészen pontosan nagy helyére. Nagy szépen lassan lebattyog. Nagy még kezet akart fogni a játékvezetővel, de nem engedte, mondta azt, hogy lehet lefele ballagni. És jár a taps a szurkolóktól, nagyot ment ma Krisztián. Góllövő listán nem tudott ma javítani, mármint hogy javítani, hát mit is javítson, hogyha az első helyen áll. Inkább szépíteni rajta, 7-ről nem tudta 8-ra vagy 9-re kozmetikázni, de semmi gond, legközelebb. Csak elvégzik az érdiek. Szélen próbálnak megjátszani a vendégek, majd bejátszani középre, de pontatlanul. Ez csak Ajkának kedvez. Ajka is megpróbál szélen játszani, de ők is pontatlanul teszik ezt. Ajkai bedobás. Dobás. És itt van egyébként az ajkai kézilabda csapatnak a korosztályos tagjai. Az U, ha jól láttam, tudom, akkor az U12-esek, 3-asok. Közben pedig egy csere a vendégoldalon is. És a kisrácok is nagyon drukkolnak. És a drukkerek is ismét rákezdtek, leordibálják a vendégeket, és Gera pedig lemegy. Mármint nem az Oltán, hanem Dávid, de egyébként Gera Dávid az Érd futballistája is játszott Ferencváros korosztályos csapatában 1-2 évet tudtommal. Szurkolók megnyomják az utolsó 15 percet. Játékvezető pedig úgy döntött, hogy szabálytalan volt. Az a játékos, jöhet kifele az Érd.
fejelgetés ide-oda. Az érdiek törhetnek Ajkai kapura. Nézzük, mennyire megy ez nekik. Lepattan egy Ajkai játékosról, és most helyzetet lehet kialakítani, hogyha nem passzoljuk el a labdát. Hát én már nem mondok semmit se az ítéletekről. Csak korán megőszülök. Az pedig nem célom 20 évesen. Szabadrugás következik. Veszélyben van az Ajkai csapat. Az állása, az állás érdekében is az Ajkai kapu, Ajkai háló. Reméljük, hogy nem kell megfogni semmit se a hálónak. Maximum a védőhálónak, ott a kapu mögött egy 5 méterrel. Szabadrugás. Szöglet. Egy Ajkai védő. Egy Ajkai védő. Pedig szögletre mentett, mondhatni. Szögletet elvégzik. Ajkai védelem a helyén. És mellé, húha, ez is azért veszélyes volt, és Horváth pedig mondja csapatának, hogy azért illene kicsit jobban összezárni, védekezni. Horváth kirúgja. Meltzerhez. És ott megy ám a ide-oda a húzogatás. Gyerünk, gyerünk Norbi. Sokan mondják. Támad le. Zavarni kell, zavarni kell, zavarni kell. Azaz. Kölesi szépen zavart. Nem látok bent senkit. Úgy-úgy kifele kell játszani. Na, hó! Eljutottunk a mérkőzés 76.-7. percébe, amikor is egy érdi szabálytalanságot fújt a játékvezető. Ez tetszik. Azaz, zavarjuk, 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 azaz, keményen testtel menjünk oda. Nem volt semmi. Közben az érdi játékos megnézi a gyep minőségét, és úgy néz ki, hogy tetszik neki, mert a hátán marad. Közben pedig megint túljátszuk. Megint egy nagyon veszélyes akció lehetett volna, de nem lett. Szöglet. Gurítani akarja, vagy nem? Nézzük Horváth, mit kezd a labdával. Elvégzi a szögletet. Távoli lövés. Jó lehetett volna. Taktikai falt. Jár érte a lap. Pákainak. Sárga. A gólszerzőnek. És hatalmas fújogás a lelátóról. Úgyhogy mostantól vigyáznia kell Pákainak. Ugyanis még szükség van rá, még ebbe a 10 percben. Szép. Védekezés a helyén. Passzolgatás is major szépen tovább. Ide elegáns Kölestől. Azaz. Gyerünk Norbi. Beadja pontatlanul, de nem értették egymást meg a játékosok, a kapus és a védő.
de nem tudtunk ebből profitálni. Pálkai. Vagyis nem, nem Pálkai volt, összekevertem Kovácssal. És a másik szélre pedig pontatlan. A passz jöhet a hazai csapat. Egyre közelebb van az a három pont. 8-9 percet kell kibírni a csapatnak. Tehát ne húzzuk, inkább biztosítsuk be. És az mi volt? Erre bezzeg lap nem jár. Persze. Miért járna érte lap? Ajkai szabad rúgás. Közben pedig Ajkai szabad rúgás. Pontatlan lett, jöhet a vendégcsapat. Érdi bedobás következik. Az Ajkaiak pedig szépen elvették a labdát. Horváth pontosan kéne passzolni. Jaj. Köles. Az érdiek jöhetnek. Nézzük meg. Mit tudnak kiharcolni az érdiek. Egyelőre egy eladott labdát tudtak most. Horváth pedig játszadozik egy picit a labdával, még oda nem ér. A védő. Védő, támadó, az ellenfél támadója. Nem csak a srácok fáradnak, de én is. És föladta ezt a versenyt most Major. Úgy érezte a futás, most nem tudja megverni az ellenfelét. Próbálkoznak a vendégek. Nézzük. Most lehet támadni. Hát de... Így nem lehet támadni. Így nem. Pontos passzok kellenek. Tudni kell, hogy mit, hova, ki akar. Közben pedig hátul eljátszogat. Köles. Szétszakad a pálya. Érdekes. Érdekes, ugye? Jó kis poén. Szélen tartják a labdát, majd bejátsszák középre, de nem jönnek át az ellenfél térfelére, inkább hátra játszanak. Pedig nincs sok oka erre az érdi együttesnek, ugyanis hogyha így marad az állás, nem visznek haza pontot. Vagy pontokat. Vigyázni kell, Horváth rúg ki, úgy. Szépen hosszan messze. Kényszerítsük hibára őket, srácok. Azaz, Major. Szépen. Na most csináljuk valamit. Nagyon szép, észrevettük a bal szélen futó játékosunkat. Lehet valamit csinálni. Pontatlan labdát adni. Nem baj, gyerünk, srácok. Még egy gól férjen bele, hajrá. Gyerünk, azaz. Inkább legyen az ellenfél térfelén a labda. Azaz, keményen menjünk oda. És megint lehet valami. Talán egy picit elfáradtak az érdiek. Nagyon szép. Ott a lövés. És mellé. Majdnem. Jár érte a taps, nem is akármilyen. Alig hallom a hangom.
kezd elfáradni mindkét csapat, ez mondjuk teljesen érthető is. Megküzdenek egymással. Horváth beadás. Nem látom a labdát, most már sajnos látom. Elkerülte az érdi kaput. Támadjunk le, meg védekezzünk is egyszerre. Eladtuk. 4-4 ellen, 3-4 ellen. Három játékos a földön. Ott a helyzet. Gyerünk, védekezzünk, srácok, azaz. Jár is a taps, megint. Gyerünk. Még hogyha egyedül is csináljuk meg, úgy. Elmegyünk a játékos mellett, nagyon szépen. Benne az ötösnél. Na. Megy a csel. Ott a helyzet. És nincs ott a gól. Húha! Azért a végére fölpörög a meccs, mit nem mondjak. Nem. Közben pedig az előzőt láthatjuk. Hogy hogyan kontráztuk le az ellenfelet. Közben pedig szöglethez készülődünk egyébként. Elvégzésre kerül, és kivágják. Rá kell vállalni. Szép volt, nem baj. A vendégek csapatkapitánya állja a sarat, hiszen meglőtték, de nem esett össze. Fejes. És sajnos nem csúszik ki. Az érdi kapus kezei közül a labda egyenesen be a hálóba. Már nagyon a vége fele járunk, nem szabad hibázni. Horváth. Nál a labda. És az utolsó perchez is érkeztünk. Nem tudom, mikor mutatják föl a hosszabbítás idejét. És ott a helyzet! Gyerünk! Vidd! A kapus kín van. Gyerünk! Srácok, vágjuk be, basszus, ne szórakozzunk ott! Miért? Miért szórakozunk? Nem kell ide-oda toligálni. A gól az gól. A srácok teljesítmény előtt egyébként pedig le a kalappal. De még nincs vége a meccsnek, még ki kell bírni ezt a pár percet. Horváth megvárja, hogy ráfusson. Az érdi játékos ráfutott és el is fogta, vagy meg is fogta a Horváth a labdát. Szól a társainak, hogy menjünk följebb, ki is vágja. Azaz. De arra nem volt senki, nem baj. Addig is nincs az ajkai kapu környékén a labda. Gyerünk, srácok. Most már azaz, és kiment. Nem sikerült. És az utolsó másodperceket toljuk meg. Bírjuk kikapott gól nélkül, védekezzünk. De azért támadjunk is le, hogyha lehetséges. Érdieknél a labda. Próbálnak így a meccs végére egy helyzetet összehozni. Nem sikerül, nagyon masszív a védelem. Hosszabbítást egyébként nem jelezték, de ugye van. Mert már a rendes játékidőn túl vagyunk. 3 perc, most mutatta a bíró, mint hogy engem is hallgatott volna. Megint ítélt a játékvezető. Ki kell bírni ezt a 3 percet, skacok. Veletek vagyunk. Na, leteszi végre a labdát, az érdi játékos el is végzi-e. Bírjuk ki. Hajrá!
csere egyébként, azért áll a játék vendégeknél. Kulcs jött le, és Honti Attila jött fel kettes messzámmal a pályára. Jó, Horváth megfogja. Reméljük ez volt a mérkőzés utolsó vendéghelyzete. Szétszakad megint a pálya, nagyon sokan elől maradnak, de az, hogy nem adják föl, mennek, próbálnak még egy gólt berámolni. Védekeznek szépen a vendégek. És mi is szépen védekezünk, Kölestől ez most kellett. Horváth. Gyerünk, Peti, gyerünk, gyerünk, gyerünk. És az pedig kézzel volt lökés. Gyerünk, srácok, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Meltzer. Beadás. Pontatlan. De még mindig az érnél van a labda. Jó. Hát ez hihetetlen. Hát remélem, hogy vannak itt olyan emberek, akik felügyelik a bíró munkáját. Persze, hogy ez nevezhető munkának. Az utolsó másodpercekre egy érdi lehetőségre van szansz. Egy olyan jó 32-35 méterről. Védekezzük ki, gyerekek. Játékvezető belefúj a sípjába. Horváth pedig megfogja. És mindenki mondja azt, hogy idő. És már elkezd zúgni a szép volt fiúk. Ugyanis úgy néz ki, hogy megnyeri ezt a találkozót. Én addig nem mondom ki, hogy megnyerte. Mondd, hogy 1-0-ra, de lehet, hogy 2 lesz belőle. 2-0! Mekkora gól! Ott van a végén! Te jó ég! Hú, de jó volt most felüvölteni a végén! Nagyon szép játék! És a bíró azért még oda megy, felmutatja sárgát a gólszerző játékosnak, de hát kit érdekli? Bebiztosított azt a 3 pontot. És ez nagyon kellett. Ez nagyon-nagyon kellett. Ugyanis a két csapat között 3 pont a különbség, most már 6 lesz. Most már 6 lesz. És le is fújták a mérkőzést. Hohova? Most tudom csak meg. Hát kedves nézők, szerintem nem bánták meg, hogy velünk tartottak, hiszen elképesztően jó meccset láthattunk itt a végére. Megint rengeteg izgalmat tartott. Közben pedig visszajátszásban láthatjuk a második gólt. Szépen elviszik a kapus mellett, majd ott van. Állva tapsolják a srácokat, megérdemlik, nagyot küzdöttek, nagyot mentek. És egy hatalmas lépést tettek meg afelé, hogy úgyhogy le a kalappal a csapatnak, a vezetőségnek. Jót játszottak. Ajka, Érd 2-0.